Most nem Velencébe vagyunk, hanem még mindig Portugáliába. Tovább jöttünk Aveiroba, amit úgy szoktak hívni, hogy Portugália Velencéje, ugyanis itt is csatornák vannak a városba, és itt is gondolákkal lehet ezen közlekedni. Ma reggel Porto mellett ébredtünk a P+R parkolóba a metrónál. Végül ott aludtunk, nagyon csendes éjszakánk volt, és tovább jöttünk, körülbelül egy órát utaztunk délre, és itt fogunk egyet ebédelni, és délután fogunk tenni itt egy könnyed sétát. Ha erre jártok, érdemes ide bejönni, egyébként meg emiatt ne fűzzetek fel szerintünk egy egynapos külön kis utat ide. Nagyon szép, látványos, de ha voltatok már Velencébe, akkor összehasonlíthatatlan Velencével, de szép, tehát érdemes azért megállni, ha erre jöttök. Csend van, nyugalom, béke, Porto után nekem ez felüdülés, kevesebben vannak. És nagyon sok szép csempés ház van, itt is hangulatos kávézók, ugye itt vannak ezek a kis jellegzetes velence stílusú gondolák, úgyhogy ki lehet próbálni. Tulajdonképpen ez egy folyótorkolat, és itt az autópálya mögött egy ilyen mocsaras, lápos, gólyalakta vidék van, és annak a víze jön itt keresztül a városon. De most úton vagyunk vissza az óceánpartra, mert itt azért elég hangos az autópálya, ahol meg tudtunk állni, úgyhogy egy fél órát most utazással fogunk tölteni, és úton vagyunk az óceánhoz vissza. Ismét kinéztünk itt az óceánparton egy kifejezetten a lakóautósoknak kialakított parkolót. Tegnap délután Aveirótól tovább jöttünk még egy 20 percet. Egy hídon átjöttünk ezen a lápos vidéken, és itt a folyók által lett egy ilyen homokdűnés partszakasz, ahol gyönyörű ilyen mesebeli házak mellett jöttünk el. Nagyon csendes éjszakánk volt. Vannak rajtunk kívül németek, spanyolok és portugálok. Mindenki törölgeti a párát az ablakról. Ez itt egy sorompóval lezárt terület, ide csak lakóautósok jöhetnek be. És alapvetően itt fizetni kell. Jó, közben gyerekeknek kivettük a kis motort és a biciklit, hogy tudjanak itt motorozni. Szintén rendkívül jól ki van építve itt is, mint Spanyolországban. Portugáliában is vannak ilyen helyek, ahol ide tudunk állni a lakóautóval, és a szennyvizet le tudjuk ereszteni, ami a zuhanyból és a mosogatásból keletkezik. A WC-t ki tudjuk üríteni, illetve tudunk friss vizet is venni. És mint látjátok, ilyen sorompó mögött állunk, és itt van egy ilyen gomb, amit ha megnyomunk, akkor nyílik fel a sorompó. Ez most abszolút ideiglenes, mert ezt a rendszert most állítólag szervizelik, és nincs kiépítve a fizetős rendszer. Úgyhogy most ide ingyen be tudtunk állni. Alapvetően ezért majd lehet, hogy később fizetni kell, úgyhogy itt éjszakáztunk.
Úgyhogy mi is egy picit meglepődtünk tegnap, amikor megérkeztünk, és egy sorompó mögött álltak a lakóautósok, hogy hogy fogunk bejönni. És egyből az egyik kolléga jött segíteni, és megnyomta a gombot, úgyhogy beengedett minket. Aztán később pedig rajtunk volt a sor, amikor este még érkezett egy másik lakóautós, akkor a Dorcsi szaladt ki nekik segíteni. Mások olyan komoly lakóautókkal érkeznek, hogy van egy ilyen szintező berendezés is beépítve nekik, ami egy ilyen teleszkóp, és ki tudják szintezni a lakóautót. Mielőtt elhagyjuk ezt a parkolót, még feltöltjük a vízkészleteinket mi is, és tovább megyünk Coimbra felé. 3 hete vagyunk úton, és nem olyan rég fogyott ki az első gázpalackunk, úgyhogy ezt megpróbáljuk útközben megtölteni valahol. Tehát itt vagyunk újra az óceánnál, hála jó Istennek, ugyanis hát keresztül mentünk egy-két városkán, de nem volt olyan nagy durranás, úgyhogy most hát újra itt vagyunk egy ilyen lakóautós parkolóba, ahol ingyen el tudtuk foglalni a kis placunkat, és itt van az a lakóautó is, aki már 2 helyszínen is velünk aludt, nagyon mesebeli, egy régi Itt van az a lakóautó, amelyikkel már 2-szer aludtunk együtt, és nagyon-nagyon kedves, ilyen fas palettái vannak, és nagyon-nagyon kis kedves, van az oldalán ilyen kis áloműző, és nagyon szép, tényleg olyan mesebeli kialakítása van. Nagyon jó kis hangulat van, ezt nagyon szeretjük, amikor sok ember van egy helyen, ugyanazt szeretné az élettől akár, vagy ugyanazt a kalandot várja. Itt vagyunk az óceánpartján, és tényleg egymás mellett vagyunk, biztonságban, fiatalok, lazák. Egyik lakóautónál kint fortyog a bableves, úgyhogy nagyon nem veszel most. Többit te mondhatod. Útközben sikerült a gázpalackot feltölteni. 18 eurót kértek érte. Egy 20-ast adtam, nekik is rendkívül boldogak voltak. És most kinézünk egy picit az óceánhoz, sétálunk egyet, lemozgatjuk a gyerekeket meg a kutyát, utána vacsorázunk egyet, és holnap találkozunk majd. Sziasztok! Itt vagyunk Óbidosban, Portugáliában, és jellegzetes ez a hely azokról az utcákról, amelyek ilyen nagyon kis szűk, sikátorosak, színesek, és ugye ezt a mediterrán hangulatot kölcsönzik. És nagyon meglepődtem, mert lent álltunk meg a lakóautós parkolóba, és nem gondoltam volna, hogy itt fönt egy ilyen nagy turistás, nyüzsgő kis portugál Szentendre vár minket. Úgyhogy jellegzetes kis éttermek vannak, kávézók, helyi borokat lehet kóstolni, és nagyon hangulatos, úgyhogy így egy
felüdülés nekünk a tegnapi városból, hogy ide átjöttünk, és sok a turista, úgyhogy itt vagyunk Portugália közepén, nagyjából az óceántól 40 percre, és ez az egész hely egy várfallal van körbevéve, és amely arról is híres, hogy a középkori uralkodók előszeretettel használták ezt találkozások helyszínéül. Egy ilyen idősödő falut képzeljetek el, inkább az idősebb korosztály lakja, hagyományokat őriznek, sok ilyen helyi hagyományokat őrző boet van, borokat lehet kóstolni, süteményeket, úgyhogy nagyon kis hangulatos, és sokan vannak, jönnek a turistabuszok folyamatosan egymás után, úgyhogy átutazóban vagyunk ugye Portugálián keresztül, egyszer az óceánnál vagyunk, egyszer fönt meglátogatunk egy kis városkát, falucskát, nagyon kedves, sok macska van, hangulatos és nagy a tisztaság, úgyhogy ide felüdülés jönni így az óceántól, hogyha időtök engedi, akkor mindenképp ide látogassatok el. Obidosznál is tudtunk volna éjszakázni, viszont nem akartuk kihagyni, hogy ne a tenger morajlására aludjunk el. Így tovább indultunk, vissza az óceánpartra, ahol egy csodálatos éjszakát töltöttünk. Másnap pedig szörfös paradicsomok mellett vezetett az utunk, jobbnál jobb sport, szörfös boltok, kölcsönző, oktatóhelyeket találtunk, így hamar el is csábultam, muszáj volt beszerezzek egy saját hullámszördeszkát, felszerelésekkel, melyet természetesen nem lehetett nem kipróbálni. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you.